Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki ezen a szekció szempontjából késő időpontba megtisztelt bennünket. Esetleg javaslom, hogy gyertek egy kicsit közelebb, mert szívesen tartunk egy igazi beszélgetést. A nap folyamán nagyon sok mindent hallottunk a távolabbi elképzelésekről, a nagyívű elképzelésekről. Ennek a szekciónak az lesz a szerepe és feladata, illetve mi arra kaptunk lehetőséget, hogy már megvalósult valódi projekteket mutassunk be, azoknak a felépítéséről, történetéről, finanszírozásáról és nehézségeiről, lehetőségeiről beszélgessünk. Ha lesz rá érdeklődés, lehetőség és időnk, akkor akár kérdéseket is lehet a végén feltenni az itt szereplőknek. Én arra kérnék szépen mindenkit, hogy mutatkozzon be, szerintem kezdjük a túloldalról. Annyit elmondanék, hogy igyekeztünk úgy összeválogatni ennek a beszélgetésnek a szereplőit, hogy részben földrajzilag is, és tematikában is a lehető legszélesebb kört mutassuk be, hogy ha úgy tetszik, akkor a lehető legtávolabb legyünk egymástól, akkor kérlek Attila, hogy kezd. Ide ültem, hogy én legyek az utolsó. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Györfi Gábor vagyok, Nyugat-Dunántúlról, Vas megyéből, Kőszegről, az Írott-Kő Naturparkból. És hát egy fél órával ezelőtt a meghatódottságtól még nem tudtam szólni, mert a kezemben van a ma megjelent, nyomdából kijött természetjáró magazin, amely tematikus kőszegi, kőszeghegyaljai számmal jelentkezett, és tulajdonképpen egy 90 oldalas útikönyvet kaptunk 10 000 példányba, ami azt kell, hogy mondjam, hazamegyek, és egész a város ünnepelni fog, mert a mi anyagi lehetőségeink valami hasonlót soha nem tettek volna lehetővé. Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget. Magamról egy mondatot mondanék. Jókedvűen néztem a Salamin Géza előadásában, hogy 2002-ben ugye ők elkezdték ezt a Happy Bike kezdeményezést, akkor én a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetője voltam, és most utólag is boldog vagyok, hogy a megbízást a két fiatal embernek adtuk, aki itt a délelőtt az előadásokat tartotta. Az egész történetünkhöz annyit mondanék, hogy mind Nyugat-Dunántúli Ügynökség, mind Írott-Kő Naturpark. Nagyjából abban a helyzetben vagyunk, voltunk és vagyunk, hogy minket a nagy beruházások elkerülnek. Vannak ennél szükségesebb és nagyobb, méltányosabb helyek, ahova ezek mennek. Így minden kapacitásunkat az együttműködésre tudjuk fordítani. Nagyon, ezt komolyan mondom, ez kicsit ironikusan hangzik, de tulajdonképpen arról van szó, hogy az eddigi történetben mindenütt, ahol megjelent egy tőkegazdag érdekhordozó, ott tulajdonképpen bezárult az együttműködési kapu, mert nem volt érdekelt. Legyen ez egy termál nagyszálló, stb. Nem megyek részletekbe. Tehát szerencsésen, ez most nagyon érdekesen hangzik, szerencsésen viszonylag kevés, tehát a Münchhausen, ami drusszánk, tehát saját erőből kihúzni magunkat, és ezért, amiről én beszélni szeretnék egyrésztről a Írott-Kő Naturpark, egész naturparki kezdeményezés, másrésztről, és ezt nem most fogom megtenni, az a kezdeményezés, ami tavaly az év ökoturisztikai élménye lett, a miénk itt a Rét, ami egy 1902-es Csernel István Herman Ottói kezdeményezésre, Madarak és Fák napjaként mindenki úttörő korszakából ismert kezdeményezés, és tulajdonképpen ez újult meg, átalakult át, az elsőt Kőszegen tartották 117 évvel ezelőtt, ez újult meg, és ezen dolgozunk sokakkal közösen. Bocsáss meg, de muszáj egy kicsit erre reagálnom, amit elmondtál. Arra, hogy milyen helyzetben is vagytok, ez szerencsés vagy nehézséget jelent. Hát azt hiszem, hogy erre mondják, hogy sok pénzből mindenki tud. Az igazi fantázia és az elszántság az ahhoz kell, amikor a lehetőségek azok egy kicsit szerényebbek anyagi tekintetben, és akkor az több fantáziát és kreativitást hoz minden programban. Úgyhogy biztos ez is érvényesül nálatok. Hát erről szerintem a kollégák is tudnak szólni. Tehát ekkor lehet elmondani a nap végén, hogy jó mulatság, férfi munka volt. Tehát a másik az adminisztrációs feladat. Mondjak erről történetet? Tehát később szerintem elő fog jönni.
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást a szervezőknek. Szekér Zoltánnak hívnak. Én a sportvilágából jöttem tesmenőtanárként, és aztán utána kulturális turisztikai menedzserként végeztem. Úgyhogy a sportot meg a turizmust földrajzilag, területileg Dunántúlon, Esztergom, illetve Komárom között tűzöm. Ráadásul a határt is most már átlépjük, ugyanis a szlovák együttműködésben egy Dunamente konzorciumnak vagyok a vezetőségi tagja. És 3 évvel ezelőtt összedugtuk a fejünket civil szervezetekkel, majd erről talán fogunk később beszélgetni. Ide erre a mai napra a Hódító túra sorozatot hoztam, és arról szeretnék majd, vagy remélem, majd fogunk tudni beszélgetni. Itt mögöttem a LED kivetítőn egyébként az olvasható, hogy aktív Magyarország. Nekem a retinámba beleégett, amikor ide beléptem már a reggeli órákban. Szerintem egyébként maga a felvetés is fantasztikus, de én azt látom, hogy jelenleg passzív Magyarország, hogyha a mozgást és a mozgásmennyiséget látjuk, tehát a cél mindenféleképpen ott van mögöttünk, ezért dolgozunk, és pontosan ezt a termékünket, ezt a turisztikai terméket is abba az irányba fejlesztettük, hogy aktivizálni tudjuk Magyarországot, de a részleteket majd később. Deák Attila vagyok, nagyon szépen köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, hogy a Felső-Tiszavidékről beszélhetünk, és nagyon örülünk, hogy ilyen késői órákban még ilyen nagy érdeklődésre tart számot ez a kerekasztal beszélgetés. Tehát én keletről, az ország egy igazi perifériájáról érkezek, és a szó nemes értelmébe szeretném itt használni ezt a szót. Jó olyan területekkel foglalkozni, amelyek nem mainstream destinációk, amelyek nem égtek bele még annyira a köztudatba, hogy a túlturizmus vagy bármiféle túlzott popularitás átkát hordozzák magukon. Jó egy olyan területtel foglalkozni, aminek még megvan az a természetes bája, ami hihetetlen élményt ad az odaérkezőknek, és hát fura egy olyan térséggel foglalkozni, ami most szembesül vele, hogy kerékpáros barát is egyben, tehát ő nem volt ezzel tisztában. Ezáltal például a kerékpáros barát szolgáltatások fogalmi rendszere totálisan távol áll a helyi szolgáltató gondolkodásától, úgyhogy egy óriási kihívás elé nézzünk. Egyébként ez a történet az kb. 2009-ben kezdődik, és csak egy megállót mondanék, 2017-ben Magyarország legjobb kulturális úti céljává nyilvánították ezen a Eden pályázaton a Felső-Tiszavidéket és azt a bizonyos középkori templomok útját, ami ebben a beszélgetésben a vezér turisztikai terméknek tekinthető. Köszöntök mindenkit, Erdős Zoltán vagyok, és hát én eredetileg területfejlesztő közgazdászként, aztán így elveztem tovább a városi kerékpározás, és azon keresztül a ökoturisztika közösségfejlesztés vizeire. És itt most két kezdeményezést képviselek, az egyik az a Budapest Zöld Utak, ami a hazai zöldút mozgalom részeként kezdett el egy olyasmit, ami ugye nem klasszikus turizmus, csak nem is ökoturizmus, hanem ugye valahol a közösségfejlesztés, a helyi közösségek szerepét szeretné hangsúlyozni, hogy és ezen belül is ez a kezdeményezés a városi zöldút kategóriát képviseli, ami talán még kevésbé ismert Magyarországon, és valójában arról szól, hogy a saját környékünket hogyan tudjuk felfedezni, és itt tényleg kérdés, hogy ez honnantól turisztika, és hol szabadidő eltöltés, mert talán volt róla szó az egyik előadásban, hogy ezeket a szolgáltatásokat, vagy desztinációkat a helyi közösségekre alapozva hozzuk létre. És a másik kezdeményezésén most Zugló önkormányzatánál az egyik projekt, amit viszünk, az egy EcoVeloTour néven fut, és a Rákospatak völgyének ökoturisztikai fejlesztését célozza, de nyilván mivel ez is érint városi területeket, ez ugyanúgy képviseli ezt a speciális válfajt, ami a városi zöldút. Egy pici személyeset hagy meséljek én is. Zolit és Zolit ismerem a korábbi projektjeik, illetve közös munkáink kapcsán, úgyhogy talán tőlük egy kicsit könnyebb lesz kérdezni. Szekér Zoltánnal részben találkoztunk a Hódító túra sorozat révén, illetve korábban, amíg a Magyar Kerékpáros Klubnál dolgoztam, a gyerekeknek, legalábbis Zoliéknál gyerekeknek szóló bringás reggeli sorozatban sikerült együtt dolgoznunk.
és Erdő Zolival meg szintén a Kerékpáros Klubnak a turisztikai, illetve az óbudai fejlesztési, kerékpáros fejlesztési projektjei kapcsán beszélgettünk és találkoztunk, talán így egy kicsit könnyebb lesz ezekbe a projektekbe belekérdezni, úgyhogy a többieket meg arra kérném, hogy majd részletesebben meséljenek arról, hogy hogyan sikerült eljutni arra a pontra, ahol most tart a projekt, milyen nyitott kérdéseik vannak. És én most azt kérném, hogy ugyanabban a sorrendben, ahogy az előbb beszéltünk, egy 2 percben mondjátok el, hogy mi az a fő projekt, amit itt szívesen bemutatnátok, és megosztanátok a többiekkel. Tulajdonképpen mi most abban a projektben állunk, és arról beszélnék, hogy mit jelent az, hogyha egy szervezet 23 éven keresztül alapvetően pályázati forrásból él és dolgozik, és mindig megtalálja az újabbat, és pontosan érzi, hogy a kihívások most már sokkal naprakészebb jelenlétet kívánnak, és nem kellene, hogy a következő 10 év is alapvetően pályázati alapon történjen, hanem át kell fordulni, hogy mondjam, kiegyensúlyozott, jól megosztott bevételi konstrukciókba. És néhány ilyen dolgot mondanék, mert hogy az a veszély van meg, hogyha jól begyakorolt tevékenységeket pályázati forrás hiányába 15-25 éves folyamatokat nem tudsz továbbvinni, akkor tulajdonképpen az egész hiteltelenné válik és szalmalábakon áll. Mondok egy példát, 10 éve fejlesztjük a kék túrához Ausztria felé illeszkedő Alpannonia túraútvonalat, dögös osztrák-magyar interreg pályázatból, minden ott van, és nagyon szép, mert elmegyünk a túraútvonal felé, és még mindig a királyi Magyarországon járunk, tehát hogy Lékavára, Szalónakvára, Borostyánkővára, és még tovább, és utána megyünk föl Szemeringig, és tovább az Alpannonia útvonalon. Tehát tehát azt kell, hogy mondjam, identitás szempontjából is a kőszegi járás nyugati részét járjuk be. Szombathelyiként ezt tudod, hogy mit jelent, és Magyarországról kilépünk ugyan a jelenlegi határon, de azt az élményt, azt az alpesi, félalpesi élményt máshogy nem tudjuk megtapasztalni csak ezen az úton. És akkor most állunk ott, hogy jó, de akkor forduljunk most arról, hogy van kitáblázva, meg van kis prospektus, meg hasonló, hogyan tudunk csomagajánlatokat készíteni, hogyan tudunk bevonzani turistát és hasonló. És elmondanám a szomszéd burgenlandi példát, hogy az Alpannoniának a kiegészítő észak-déli Borostyánkő útját Burgenland most fordítva fejleszti, hogy először egyeztetett a szállodákkal, először egyeztetett az utazási irodákkal, és mikor készen van a konstrukció, hogy mennyire adja ki a csomagot, utána megkérte az engedélyt a festésre, és végig meg az útvonal áthaladása az önkormányzatoktól. Tehát az egész onnan indul ki, hogy használják, és hogyha már most novemberben tudjuk, hogy meghirdetjük és márciustól használják, akkor elég az február közepéig kitáblázni, hogy mikor megérkezik a versenyző, akkor odalépjen. Ugye nálunk egy alapvetően fordított logika van, tehát minél több út, stb., és hogy megy-e rajta valaki vagy nem, az szinte másodlagos. És akkor itt jön be az a kérdés, és a projektnek ez a fázisa, hogy igen, lehet egy újabb pályázatra fordítani az iroda 6-8 fős kapacitását, és elmerülni ismét abba, hogy negyedéves jelentések viszik el a kapacitás 70-80%-át, vagy pedig belelépünk abba, hogy egyeztetünk, beszélünk, dolgozunk, és adott esetben a partnereink, legyen a szállásadó, vagy hogy mondjam, ökoturizmus szempontjából furcsán mondok, a helyi gokart pálya tulajdonosa. És a helyi gokart pálya tulajdonosa másfél év egyeztetés után belépett abba, hogy megkereste Magyarországon az egyetlen olyan kis vonatot, ami fel tud menni a hegyre,
És el tudunk menni most egy tulajdonképpen környezetbarát kisvonattal, július közepéről beszélünk, amikor megérkezett, elkezdtük, azt hittük, hetente két utat tudunk vinni körbe a hegyen, sokan ismerik a kőszegi Szabóhegyet, a velemi Szent Vitt templomot, a cáki Pincesort, egy csodálatos 5-6 órás út, és kiderült, hogy heti 6-7 útnál áll meg a dolog. Tehát, hogy nem tudunk kevesebbet kínálni, mert akkora a kereslet, és egy cáki pincesor, tehát cáki történelmi pincesor egy ilyen apró inputnál, amit nem mi fordítottunk rá, hanem a vállalkozó, csak mi adtuk a know-how-t és az egyeztetés és a bizalmat és a biztatás, hogy ugorj bele, mert hidd el, meg fogja érni. A cáki pincesor ez adta másfél hónap alatt meg 2,5-szereste az éves látogatottságát és a cáki önkormányzat bevételét, mert hogy azt még hozzátette, hogy a belépőjegyen túl még odahívta a helyi kézműves rétesest, a helyi borkostolót, és rögtön az 5 órás út végén úgy ment haza a család, hogy 2 flaska bor meg 10 rétes volt még a zsebébe. Azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol Zoli jól tudna kapcsolódni, hogy az önkormányzatok és a helyi együttműködő partnerek, vállalkozók, civil szervezetek hogyan tudnak egy egységes programkínálatot alkotni. Mesélnél erről nekünk? Hát konkrét terméket fogok igen bemutatni valóban. Itt egyébként azt gondolom nálatok, hogy megtaláltátok a USP-t, valami vonzó dolgot találtatok, mi is ugye folyamatosan ezt keressük. Tehát 2 percben. A hódító túra alapötlete abból indult, és lehet, hogy egy kicsit az elején erősen fogalmaztam, hogy bizony nehéz az embereket felállítani a fotelből, bizony hozzá vannak szokva minőségi szolgáltatáshoz, azon el akarják kérni, és nem szeretnek elfáradni. Alapvetően lusták vagyunk, ezt első tanárként is merem állítani a fiatal korosztályról. Mi egy olyan terméket dolgoztunk ki ebben a programban, hogy részben legyen USP-je, legyen egy vonzó ereje, hogy vajon miért jöjjön el hozzánk, és miért pont minket válaszol. Részben könnyen teljesíthető legyen, ugyanis azt gondolom, hogy az aktív közösség, akik a természetjárásban nap mint nap benne vannak, azok alapvetően már nagy része már a teljesítményért, a teljesítménynek a fokozásáért, illetve hogy minél magasabb teljesítményt tudjon elérni, végzi ezeket a túrákat, de az a közösség, akik családok és el akarnak indulni, ők nem azt keresik, hogy minél többet, minél magasabbra jussanak el, hanem jól akarják magukat érezni. Biztonságban akarják magukat érezni, tudják, hogy mi az, amit kapni fognak, jól lakhassanak, nagyon fontos, hogy a bakancsos turizmusban jól lehessen a végén lakni, és egy élményt tudjunk adni. Ez a termék, ez a hódító túra termék pontosan erre ad egy választ, ugyanis mi egy 6 pontos szempontrendszert raktunk össze, és ezt a szempontrendszert kérjük minden egyes partnertől. 2019-ben 9 állomást valósítottunk meg, összesen közel, hát 2968-an, tehát 3000-en túráztak ebbe a hódító túra sorozatban. Ez mind Komárom-Esztergom megyében volt egyébként, és az volt a célunk, hogy a 6 szempont mindenhol következetesen a partnerektől bekérjük. Amit Anna említesz, valóban, tehát kerestünk mindenhol egy civil partnert, akit úgy gondoltunk, hogy szakmailag felkészült arra, hogy ebben partner legyen. Kerestünk vállalkozókat, akik ezt ki tudják egészíteni étellel, italal, szolgáltatással. Kerestünk egy kihívást, hogy a gyerekeknek izgalmas legyen, hogy ne legyen monoton ez a túra, mert ha elindulunk és 2 kilométert teljesítünk, utána a gyerkőc már igazából vissza szeretne fordulni és nem tovább, tehát hogy legyen izgalmas a túra, nagyon szép legyen a táj, árképzés legyen benne, tehát hogy egységes legyen valahol az egésznek az árstruktúrája, és tovább olyan kisebb szempontokat tettünk még amellé, hogy a látszatra is adva, hogy valóban egy egységes minőségi szolgáltatásban érezhessék magat az emberek. Jó, tehát én egy 3-as tagolás mentén gondoltam végig a kérdésedre a választ, termék, térség, termék és szolgáltatás. 2 szóba akkor a térségről.
Ha klasszikusan a Felső-Tisza-vidéket vesszük, ugye ez nem csak a Szatmár-Beregi részt érinti Magyarországon, hanem ennek Kárpátaljának a tiszamenti területei, bizonyos észak-párciumi területek, vagy például a történeti Bodrog köz ugyanúgy része, tehát egy igazi sokhatáros és egy több ország által határolt területről van szó, ami nyilván csak 1920 után lesz ilyen, addig viszont egy egységes, homogén kulturális és földrajzi régióról beszélünk. Ennek a térségnek, amit mondtam az elején, a bája talán pont abban rejlik, hogy rengeteg kulturális örökséget, műemléket és természetvédelmi területet őrzött meg. Ugye ha azt mondom önöknek, hogy Túr Istvándi vízimalom, vagy Szatmár csekei csónakfejfej, vannak egy ikonikus dolgok, ami mindenkinek beleégett a fejébe, hogy ezek ott vannak, de emellett sokkal-sokkal több van. Szóval mondhatnám azt, hogy brutális mennyiségű vonzerő koncentrálódik egy viszonylag kis területen. És hát nálunk nem az a jellemző, hogy mondjuk ilyen grandiózus várak, vagy kastélyok, vagy világörökségi területek vannak, hanem az, hogy nagyon sok pici középkori eredetű templom van, aminek az a patinája, hogy egyszerre középkor, tehát ugyanazok az architektúrák, ugyanaz a rengeteg freskó, amit nyilván a reformáció konzervál az utókornak, és egyszerre reformáció kora, hiszen ez egy református vidékről van szó. Ez 64 ilyen van ezen a területen. Na, ebből születik meg ez a bizonyos középkori templomok útja, ez egy jó sziszifuszi történet, nem mennék most ebbe bele. 15-16-ra tulajdonképpen megszületik egy termék, ami jól szerepel, és itt külön felhívom a figyelmét, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy van egy-két tábla, meg jelölgetés, hanem itt nagyon komoly művészettörténeti kutatások zajlanak, három ilyen nagyon vaskos, gyönyörű művészettörténeti tanulmánykötet jelenik meg, amivel feldolgozzák szakemberek ezt a területet. Ez nagyon szép és nagyon jó, de ezek a tematikus utak alapvetően néhány tábla és az online téren kívül kevésbé tudnak érvényesülni, és én akkor szembesültem vele, hogy a turista ott van fizikálisan jelen, tehát neki kell szolgáltatást, ott kell a szolgáltatásokat kitalálni, nem egy ilyen, nem, nekem nem Nyíregyházáról vagy Debrecenből kell kitalálnom, hanem onnan, ott kell megteremteni a fogadó feltételeket. És elindultak ezek az úgynevezett örökség túrák, amit már a Középkori Templomok Útja Egyesület szervez, és egy mondatban nagyon röviden róla. Képzeljenek el egy olyan kerékpártúrát, mondjuk háromnapos kerékpártúrát, ahol művészettörténész a szakvezető. Tehát ezek nem mennek bele a világba, ezek a biciklitúrázók, hanem a kultúra és a sport ugyanolyan arányban van jelen az örökségtúrák esetében. Fel van szabdalva a Felső-Tiszavidék mondjuk 4-5 ilyen örökségtúra útvonalra, ami külön, tehát magyarul mi négyszer tudjuk visszahívni ugyanarra a területre azt az embert, az adott érdeklődőt, és nekik szervezünk tulajdonképpen nagyon furcsa módon, egyébként non-profit jelleggel túrákat. Ez a szolgáltatás, és tulajdonképpen a kerékpárosok tekinthetőek számunkra az egyik legfőbb célcsoportnak, és most van kialakulóban, erről mennyivel még fogunk beszélni, olyan kerékpáros barátszolgáltatások, ami ennek az örökség túl a hálózatnak az infrastruktúrát és szolgáltatási hátterét fogja megtámasztani. Hát én ugye a Budapest Zöldtag esetében Budapestről beszélnék, erről nem feltétlenül az embereknek nem az üt eszébe, hogy akkor ökoturizmus meg túrázás, mert egyébként nyilván Budán a hegyekben van is ennek hagyománya, de nem is erről az oldalról kezdtük el, hanem tényleg azokat a helyeket, amik kevésbé ismertek. Tehát ott van konkrétan a Rákos patak, egy ilyen lineáris parkként terül el, nyilván nem mindegyik része annyira vonzó, de hogy kiderült, hogy egy csomó embert lehet ezzel megszólítani, hogy biciklizünk végig a Rákospatak mellett a Budapest határától a torkolatig, ez kb. 20 kilométer, és megjelent 200 ember, tehát egy ilyen túrán, és tehát, hogy az látszik, hogy erre hatalmas igény van, és más, még ennél is kevésbé ismert helyeket is felfedeztünk, és nem csak a helyeket próbáltunk megmutatni az embereknek, hanem közösségeket is. Tehát, hogy például mondjuk közösségi kerteket látogattunk végig, ami már elég nagy népszerűségnek örvend Budapesten, de azért oda általában csak bizonyos emberek jutnak el, hiszen ezek nem nyilvánosan nyitott helyek, meg nem tud mindenki róluk. És tehát itt az a speciális szituáció, hogy rengeteg embert lehet megszólítani, viszont Budapest nagyvárosként ugye sokszor az emberek kevésbé kötődnek a helyekhez, nincsenek igazi közösségek, viszont ezeken a kis kezdeményezéseken keresztül, tehát egy közösségi kertnek már van egy közössége, vagy akár külső kerületekben, mint
Itt a Rákospatak mellett van a 17. kerületben egy szuperegyesület, aki szintén szervez magának túrákat, és akkor lehet vele együttműködni. Tehát valahol itt indultunk el, egyébként ez is egy ilyen pályázatból indult, és akkor utána itt felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Nyilván van egy ilyen motiváció, van egy összetartó erő, de még mi is keressük arra a kérdést, hogy hogyan lehet ezt működtetni. És azért is ugye nagy kérdés, mert ez tényleg nem egy klasszikus modell, tehát ez nem nevezhető turisztikának, ezt nekünk kell kitalálni, hogy ez hogy működik. Itt most belépett egy kerület a képletbe, de a kerületeknek általában nincsen turisztikai szakemberük, ezzel a főváros foglalkozik általában, a külön kerületek nem, tehát nagyon érdekes, és persze ott van még itt a Rákospatak mentén a többi település is, majd kiderül a későbbiekben valószínűleg az is, hogy ez hogyan alakulhat tovább. Köszönöm szépen. Amit elmondtatok, az tényleg négy nagyon különböző kezdeményezés és négy nagyon különböző program, ami ugye nagyon fontos minden szempontból, vagy minden programban, hogy honnan vannak a résztvevők. Mennyire helyből sikerül résztvevőket, vagy vannak az érdeklődők, mennyire a régió érdeklődőit, a régió turistáit, családjait szólítják meg a programjaitok, illetve mennyire veszik igénybe a lehetőséget, a szolgáltatást a teljesen távolról, ne adj Isten a határ túloldaláról. Engem az is érdekelne a kőszegi lehetőségek kapcsán, hogy a határ közelség az mennyire előny és mennyire hátrány, különös tekintettel, hogy egy nagyon színvonalas határ túloldaláról és egy régóta turisztikai hagyományokkal és gyakorlattal rendelkező határ túloldaláról beszélünk a ti esetetekben. Jó kérdés, két percben. Megpróbáljuk. Attól függ, mikor. Na, ezért nagyon jó, hogy egy év 12 hónapból áll, mert nagyon szépen mondható, hogy a tavaszi-őszi programjainknak egy jó része alapvetően helyi térségi, vasmegyei, illetve Nyugat-Dunántúli, tehát egy Sopron-Győr, Veszprém, Zalaegerszeg vonzás körzetből jön. Azt azért látni kell, hogy a Bakonytól nyugatra mi vagyunk az első hegy. És rögtön Dunántúl legmagasabb csúcsa, ami egyben Burgenland, azaz Nyugat-Vas megye legmagasabb csúcsa is. Ugyanakkor nagyon, hogy mondjam, én most vendégészaka számot nem mondok, de azt mondom, hogy az elmúlt 5 évben duplájára nőtt Kőszegen, és az Írott-Kő Naturpark 16 településén, és azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg ez bárhol, hogy duplájára nőne, az nem rossz 5 év alatt, és ami érdekes, hogy az átlagosan nálunk töltött tartózkodási idő az 2,5 napról 2,8 napra növekedett, azt lehet mondani, hogy a világtrenddel szembe. Mi erre szeretnénk még ráerősíteni, mert azt gondoljuk, hogy azt gondolom, ahogy ti is, hogy ha valaki ide jön, nagyon sokszor mi a második szándékú utazásokból élünk. Tehát az előző körbe, aki itt volt a szlovén-osztrák tapasztalatoknál, az érkezők 40%-a előző utazás tapasztalat alapján jött. Tehát nekünk tökéletes vendég a Bükkfürdőről és Sárvárról fél napra átugró kávézó vendég, mert bízunk abban, hogyha egyszer beszippantotta ezt a kőszegi kristálytiszta levegőt, és tényleg benézett egy 16. századi kapuajba, akkor 1-2 éven belül találkozunk vele családostól 2-3 napra, vagy akár 5 napra. Ezt még lehetne mondani, de azt mondanám a második kérdésedre, mit jelent Ausztria közelsége, vagy mit jelent úgy általánosan a határ közelsége? Nálunk azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk a magyarországi vendégeket vonzza Kőszegre, hogy itt nem kell feltétlenül 300 kilométert utazni ahhoz, hogy elérjük Magyarország 1000 éves határához, hanem elég 35 kilométert Borostyánkő mögé menni. És azért gondoljátok el, hogy 45-48-ban egyszerűen a magyar főnemesi kultúrát
egy Széchenyi alapítvány meg lehet találni Magyarországon, egy Eszterházi herceget néha lehet látni Fertődön, de egyszerűen azt nem tudjuk megérteni, ami Burgenlandban élő hagyomány, hogy az van kírva, hogy nem mehetsz be az erdőbe, mert az az Eszterházi erdő. Nem mehetsz be, nem biciklizhetsz az erdőbe, mert ez a Batthyányi erdő. És a dél Burgenland meg a Draskovicsoké. Tehát, hogy valami történelmi levegő megcsap, és nem is a tiltás az érdekesebben. No, rövidre fűzve, tulajdonképpen nekünk a határ közelsége egy vonzerő a Magyarországról érkező magyar turisták és családok számára, és nem félünk az osztrák oldali konkurenciától, mert tulajdonképpen azért a sí régiók, meg Salzburg, meg Tirol, meg Graz azért messzebb van, és azt azért nagyon kevesen tudják, nagyon sokan ismerik jól Felvidéket, Erdélyt, még akár a Vajdaságot is, Burgenlandot kevesebben. Tulajdonképpen Burgenlandnak még mindig Sopron, Szombathely, Kőszeg és Szentgotthárd az igazodási pontja. És a Jennersdorfiak, gyanafalvaiak elutaznak Szentgotthárdra 10 kilométerrel, hogyha Bécsbe mennek dolgozni, Szentgotthárdon felszállnak az Intercity-re, és Szentgotthely, Szombathely, Sopron, Bécsen keresztül elmennek dolgozni a hét elején, és hazajönnek a hétvégén. Tehát itt egy nagyon furcsa és jó értelembe vett szimbiózis van, és nagyon felkönnyíti a dolgot, hogy ma is nagyon sok német és horvát anyanyelvű falu van mindkét oldalon. Tehát ilyen szempontból köszönjük, jól vagyunk. Zoli, azt szeretném tőled különösen kérdezni, ugye említetted, hogy ez egy Komárom-Esztergom megyei program. A program úgy indult-e, hogy jelentkeztek hozzátok a megye minden részéről, volt ennek egy központi jelentkezési lehetősége vagy marketingje, vagy pedig fokozatosan épült fel, elkezdtétek valahol valakikkel kicsiben, és így nőtt megyei programmá még persze amellett, hogy honnan vártok résztvevőket, illetve mik a tapasztalatok etére. Akkor 3 percet fogok kérni, hogy 1 percben a célközönségre válaszolhassak, és akkor inkább ennek adni 2 percet. Ez egy baráti beszélgetésből indult ez az egész történet, ugyanis mindannyian szigetszerűen túrákat szerveztünk, és azt mondtuk, hogy ez így nem jó, mert hogy a marketingünket szanaszét szórjuk mindannyian pontszerűen, és hogy mi lenne, hogyha összedobnám, amink van. És egyébként itt a sorokban ülő Nyírő András többek között volt az egyik segítője ennek az egész kezdeményezés létrejöttének. Szóval így 3-an úgy gondoltuk, hogy ezt indítsuk el, Lábatlan, Kesztölc, illetve Dorog, most hangozzék el. Ezek a helyszínek sem feltétlenül a vendégészek a számukról híresek a KSH adatok szerint, de ezzel együtt ez az első évben 3, a második évben szintén periférikus települések 6, és az idei évben pedig 9-re bővült ez a lista szám. Az első évben 500-600-an, a második évben 1800-an, és az idejében említettem közel 3000-en túráztak velünk. És csatlakoznék az előttem szólóhoz, hogy nálunk is örültünk, hogy fél napra átjöttek hozzánk, hogy itt egy kicsit már a célközönséget is belőjem. Örültünk, hogyha Esztergomból vagy Tatáról, esetleg Tatabányáról, vagy Várgesztesről egy fél napra a turisták, a hétvégét ott töltő turisták esetleg átjöttek, és a mi túráinkon a családok részt vettek. Aztán ez az évek alatt most a jövő évre úgy fordulhatott át, és egy kicsit a célközönséget tudtuk úgy lőni, hogy a szállások kerestek meg bennünket, hogy szeretnének kifejezetten tematikus hétvégét, hódító tematikus hétvégét indítani, ami azt jelenti, hogy azon az adott hétvégén a fő program már a túra. És e köré egyébként a wellness, a pihenés, a jó nagy evészet, ivászat, tehát ezek az elemek kerültek. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ilyen fejlesztés az 3-4 év, és bizony még mindig bele kéne tenni pluszba a marketinget, mert a mi erőnk, a mi helyi civil erőnk az a regionális és a jó kapcsolatokon alapuló marketing tud lenni, és ahhoz, hogy ez professzionális szintre egy lépcsőt tudjon lépni, ahhoz szükségünk van még egyébként további befektetésre. Köszönöm szépen, bízom benne, hogy előbb-utóbb elindul az a honlap, amiről Mirko beszélt a nap elején, és akkor oda fölkerülhetnek ezek a túrák is, így országos lehetőséget, illetve ismertséget kaphatnak talán az év második felében.
Honnan indult? Nálunk jópofa történet, érdemes elmesélni. Megjelenik 2009-ben egy fickó, egy kopasz fickó, budapesti pszichiáter, aki hobbiként műemlékekkel foglalkozik, és azt mondja, hogy szeretne a Bárcium történeti középkori egyházi örökségről egy könyvet kiadni, és azért ilyen magyar-román határmenti forrásból valamiféle lehetőséget biztos segítsünk neki. Akkor én még a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztésénél, ügynökségnél dolgoztam, illetve azt a megyei önkormányzat felé futott be ez a kérés. És hát tulajdonképpen ebből nőtte ki magát az egész. Ez egy nagyon, sose tudhatjuk egyébként, hogy mi az a gyújtópont, ami végül eljuttat valahova minket. A könyvből nyilván egy turisztikai pályázat elvárja, hogy önmagában a könyvet nem lehet kiadni, hanem mellé turisztikai tartalmakat kell kitalálni, és hát nyilván egy tematikus út erre remek lehetőséget szolgált. Aztán a kutatástól fokozatosan indultunk el a termékfejlesztés felé, és most már a termékfejlesztéstől a szolgáltatási rendszer irányába. A KIK kérdése a válasz. Engedjék meg, hogy Simon Zoltánt idézem, aki az őrségben a kerékpáros turizmussal foglalkozik. Készült most egy kerékpáros imásfilmünk, amire következő módon osztotta meg a saját ember egy csoportjaival, hogy könnyű nekik, a legmagasabb pontjuk az a vakon túrás, mondja ezt, hogy alpokaljai emberke. Tehát magyarul hozzánk olyan túrázók jönnek, akik nem akarnak küzdködni a hegyekkel, és az jó. És én amikor korábban bringáztam, mindig azt hittem, hogy csak a hegyen jó bringázni, aztán kezdek rájönni, hogy sokkal jobb az Alföldön, meg könnyebb, nekünk lehet, hogy sokkal könnyebb túrát vezetni, sokkal komfortosabb egy ilyen környezet. Van pár fegyverténye a régiónak, az egyik az a 300 kilométernyi szinte összefüggő kerékpárút szerű hálózat, ami nem annak épült, ugye ezek az árvízvédelmi töltések a Tisza, a Szamos mentén, amelyek tulajdonképpen most egy összefüggő hálózatot alkotnak. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan jöhetnek. Ezért lett például a Felső-Tiszából vándortábor helyszín, mert baromi biztonságos. Nagyon jól lehet a gyerekek számára biztonságos útvonalakat kiajánlani. De egyébként mi évente körülbelül 12-16 túrát hirdetünk meg, ez körülbelül tavaly olyan 600 túrázónk volt, most idén valamivel több, ilyen 700 körül állunk meg, nincs többre kapacitásunk, illetve nem szabad 40-nél több fős túrákat, tehát az már nagyon nehezen kezelhető egy biciklis csoportnál 40 fölötti létszám, viszont ezek több napos túrák, tehát jövedelmet generálnak a térségben, és hát bizony ezek a túrázók megnézzek napi 5-6 templomot velünk, ilyen nagyon jó műemléktemplomokat, meg van amikor vagy 10 ilyen természeti vagy kulturális örökségre behúzzuk őket. És azt kell, hogy mondjam önöknek, itt csatlakoznék a mellettem ülőkhöz, hogy az emberek keresik a fehér foltokat. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy vonzza. Volt egy vendégelégedettségi felmérésünk, és kérdeztük, hogy miért minket választanak, miért a középkori templomok útja örökségtúráira áldoznak pénzt, meg egyébként 3 napot. És azt mondja, hogy a szakvezetés az egyik, a másik pedig az, hogy olyan területeket láthatnak, amelyek láthatatlanok voltak számukra, és hát tele van Magyarország ilyen láthatatlannak tűnő területekkel, úgyhogy érdemes energiát fektetni az ilyen régiókba. Igen, tehát az, hogy például Budapesten is kik jöttek el a mi rendezvényeinkre. Én egyébként ugye elég aktív voltam, vagyok a kerékpáros klubban, tehát megvan ez a hátterem, a Critical Mass, stb. És gyakorlatilag, ha nem is pont ugyanazok az emberek, de azok az emberek, akik mondjuk Budapesten szeretnek biciklizni, és közülük mondjuk sokan lehet, hogy nem is itt születtek, ugye ezt tudjuk, nem ismerik a városukat, a környezetüket, és amikor van egy ilyen túra, ami tőlük karnyújtásnyira megmutat valamit, akkor jönnek, mert kíváncsiak lesznek. És tulajdonképpen ezeket az embereket tudtuk megszólítani ezekkel a túrákkal. És az, hogy ebből hogyan lépünk tovább, az lesz majd a következő, igen, az lesz a jövő.
Zoli egy kicsit felvetette itt a következő témakört, hogy ugye eddig bemutattátok azokat a részét a programjaitoknak, amik nagyon jól sikerültek, együttműködés és résztvevő tekintetében sikernek számítanak, de azért, hogy ez ne csak a különböző programok reklámjának a helye legyen, én azt gondolom, hogy beszéljünk egy kicsit a kihívásokról, vagy ha úgy tetszik, a nehézségekről, amikről a programjaitok megvalósítása, szervezése, tervezése közben találkoztok, és elsősorban nem a kevés a pénz, vagy jobb lenne több válasz érdekelne, meg érdekelne szerintem mindenkit, hanem az egész felépítésben, együttműködésben, akár szabályozásban, tágabb gondolati körökből milyen problémákkal néztek szembe, amin esetleg a jövőben szeretnétek dolgozni. Hadd kezdjem egy visszanyúlással, hogy hogy kezdődött. Nekem itt egy nevet mondanom kell. Balog Otto. Egy újpesti srác, minisztériumi osztályvezető, aki névről ismert minden nyugat-dunántúli polgármestert, és előre köszönt neki. És 96-ban, mikor az osztrák-magyar együttműködési program indult, akkor ő azt mondta, gyerekek, meg kell csinálni a naturparkot. Ő egy kicsit sarkosan fogalmazott, mert a nemzeti parkot védik a természetet az embertől, kell valami, az ember, ami az ember és a természet barátságát ápolja, és a helyi gazdaság érdekébe. Őt idéztem. És ez a történet, és így mennék a jövőre, hogy vajon ennek az ideának van-e jövője, és merre van a jövője. Én azt tudom mondani, hogy egy ilyen térségi, alapvetően azért természeti alapú, de egy ilyen térségi, turizmus alapú gazdaságfejlesztő iniciatíva, ami abszolút mindent csinál, a rejtett kincseket, tehát hogy mind, hozza a kis apró gyönyörűségeket, és személyesen hozza, és ettől jönnek vissza egyébként a vendégek. A szervezeti szempontból 16 település, 120 tag, 80 turisztikai szolgáltató, erdészet, nemzeti park, stb. Tehát el lehet képzelni, és megvoltak a 3-4 éves időszakok. Egyedül vállalkozásfejlesztési alapítvány nem volt, de volt líder, volt, amit el tudtok képzelni, minden volt. Tehát magyarul, és oda jutottunk, hogy tulajdonképpen ma a közigazgatási környezet, egyszerűen a térségi önkormányzatok között is térségi iniciatívát semmilyen szempontból nem igényli, nem kéri, és miért csináljuk, hogyha a belső dolgaink 90%-ba lekötnek bennünket, sőt 110%-ba lekötnek bennünket. És még csak pénz sem jön a naturparktól, tehát miért csináljuk? Na, tulajdonképpen most értünk el arra a pontra, amit az induláskor mondtam, hogy hogyan tudjuk ezt átfordítani, hosszú távú fenntartható alapra, és én erre két vonatkozást említenék. Egyrésztről mi kicsiben megcsináltuk azt, amit most az aktív ökofejlesztési központ szeretne. Tulajdonképpen egy térségi marketing platformként, térségi kommunikációs platformként működünk. És egészen érdekes, hogy 2 éve volt nálunk egy nemzetközi konferencia, megkérdeztük a résztvevőket, destination managementtel foglalkoztak, hogy mit csinálnának másképp. És azt mondták, hogy értsük meg, a mai korban egy destinációnak nem 15-20 kilométerre van a határa, hanem 60-80 kilométerre. Tehát, hogy egy kicsit bátrabban lélegezzünk szabadon, és ez volt a megközelítés, és azt gondolom, hogy ez a megközelítés, amit azóta gyakorlunk, tehát semmi bajunk nincs attól, hogyha a szomszédvárnak a programját beemeljük saját programként, mert hogy aki megérkezik hozzánk egy hosszú hétre, nyugodtan menjen el oda egy fél napra, két napra. Nem érti senki, hogy egy kőszegi adventi kínálatnál miért szerepel nálunk a lékai, fraknói és a szalónaki advent, mert azt mondjuk, hogy ha nem szerepel, akkor Budapesten lehet, hogy nem indul el a csengő, hogy utazzunk le egy hétvégére az Alpok aljára, de ha szerepel, tehát egymást erősítjük. Azt meg, hogy mikor fog majd a szalónaki hírlevélbe szerepelni a kőszegi advent, az az ő dolguk, ez nem is érdekes. Tehát én egy kicsit a jövőt ilyen szempontból, és nem pénzügyi szempontból, egy abszolút tiszta, átlátható,
együttműködési alapra gondolok, ami nem egy voluntarista együttműködés, hanem abszolút megélhetés alapú együttműködés, de pontosan azért, mert ez átlátható, ezért nem az van, hogy egy valaki viszi a kasszát, hanem mindenkinek jut egy kicsi a történetből, és innentől fog, és nem is biztos, hogy közvetlenül, lehet, hogy csak közvetve, de látja, és érdemes megcsinálni. Ahova el szeretnénk jutni, én személyesen, az az, hogyha mondunk valamit, hogy ezt jó lenne megcsinálni, akkor legyen annyi bizalmi tőke, hogy nem kell feltétlenül két héten keresztül workshopon során magyarázni, hanem tulajdonképpen az elmúlt 3-5 éves együttműködés tapasztalatából azt mondják, hogy oké, csináljuk, aztán legfeljebb egy év múlva szólunk, hogy ezt mégse kellett volna. Nézem a monitorunkat, ugye mi itt látom, 8 percünk van még, úgyhogy próbálom úgy, hogy nektek is maradjon idő a zárszóra. Én egészen konkrét leszek, mindazonáltal az előttem szólóhoz maximálisan csatlakozom, és igazat adok minden szavával kapcsolatban, hogy itt az együttműködés nagyon fontos a jövőben is, de a márkaépítés, akkor elszóltam magam, tehát a termékfejlesztés kapcsán én a márkaépítésben látom a legnagyobb kihívást és a legnagyobb célt is. Én ezt emelném ki minden szempontból, 3 év után érezzük azt, hogy egy név már számít, és már várnak tőle valamit, és ez egy hívószó is tud lenni. Szerintem mindannyiunknál megvan ez a típusú feladat, úgyhogy én ezt emelném ki, ez is a legnagyobb kihívás, hogy egy bizonyos márkához, egy bizonyos névhez az emberek kötnek egy bizonyos szolgáltatási színvonalat, az képes legyen hosszú távon fenntartani, és biztos lehessen abban, hogy azt a szolgáltatást fogja megkapni, amit a márkához kötött. Nekünk ez a legnagyobb kihívásunk, és ezt látom a legnagyobb feladatnak, és egyébként a siker kulcsának, egyik kulcsának. Azt gondoljuk, szerintem itt sokan így vegyünk vele, hogy mindenki ilyen nagyon tudatosan szeretne A-ból B-be eljutni, és rendkívül tudatosan zajlik ez a folyamat, amikor csinálunk egy ilyen turisztikai terméket, vagy a helyzet az nem az, az egy brutális evolúciós folyamat, ahol iszonyatos sok hülyeséget csinálunk, amiből tanulunk. Tehát, hogy az első kérdésre a válasz olyan, nem is akarom most időhiányba példákat benne, de rengeteg baklövést csinál az ember menet közben, vagy olyan evidenciák jutnak az eszébe, hogy úristen, ezt teljesen másképp kellett volna csinálni, de 3 évet elpocsékolt, úgyhogy jó sok hiba van. Az együttműködést illetően, hogy gondolom, a következő kérdés is megelőzem. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy nagyon sok jó szereplővel sorolt össze mindemberileg, nagyon sok jó szakemberrel sorolt össze a szél, de egy pár szervezetet én hagy emeljek ki. Az egyik a Tiszántúli Református Egyházkerületű, én ott vagyok, mint fejlesztési és idegenforgalmi referens, aki egy rendkívül jó ingatlan gazdálkodó ebben a tekintetben. Tehát ők beálltak abba, hogy kerékpáros túraközpontokat hoznak létre, mert nyilván ez a műemlékállomány fontos számukra is, és úgy érzik, hogy ez egy kínálatbővítést jelenthet. Hogy emeljem ki a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, aki tulajdonképpen felkarolta, vagy egyébként Barát Gergely nevét is nagyon szívesen megemlíteném, így a fejlesztési központot, akik egyetlen, ők is szintén láttak perspektívát és potenciált a területben. Nyilván az, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattól, ügynökségtől indult, az is egy nagyon fontos tényező. Illetve azok a helyi szereplők, itt ül közöttünk például a Panyola Fest, holnap lesz Muhari Zoltán polgármester úr fog róla beszélni, akivel állati jó közös szolgáltatásfejlesztést tudtunk csinálni, vagy a Vásárosnoményi Turinformidában szintén itt ül közöttünk, akivel közösen adunk ki imásfilmeket, kiadványokat, tehát hogy az együttműködés az kirajzolódik magától, de nem fűnyíró elv szerint, hogy én mindenkivel együtt kell, hogy működjek, mert abba bele fogok bukni. Azokkal érdemes együttműködni, akik A-ból B-be el akarnak jutni, ugyanazon az úton, amivel én el akarok jutni. Különben sajnos az együttműködés az egy kétélű kardát tud változni. Igen, tehát mi is, ugye mi csináltunk például a projekt keretében túravezető képzést is, és ott is láttunk motivált embereket, akik szintén szeretnék megmutatni a többieknek, hogy mi van ott. És folyamatos, tehát az látszik, hogy sokkal több energiát kell fektetni abba, hogy a helyi a közösségekből megtaláljuk azokat az embereket, akik motiváltak, mert ilyen van is, és más, például más zuglói projektben is előjött az, hogy lehet motivált lakókat találni, akik egy ilyen kis csoportba szervezve
tudnak vinni egy projektet, persze szükség van koordinációra. És most az EcoVeloTour projekt keretében például a Corvinus Egyetem segít nekünk abban, hogy a Rákospatak völgyéhez kötődő összes érintettet feltárjuk, a csatornázási művéktől kezdve mindenkit, és én látok esélyt arra, hogy tényleg előjönnek olyan szereplők, akikkel lehet majd dolgozni. Nagyon előre szaladtunk az időben, úgyhogy én egy néhány mondatban csak hagyd foglaljam össze, amiről szerintem beszéltünk. Egyrészt azt mondtátok el, hogy az aktív tevékenységhez mindenképpen ma már kell és érdemes kapcsolni valamilyen addicionális szolgáltatást. Legyen az valamilyen történelmi, legyen az gasztró, legyen az valami játékos kihívás. Elmondtátok azt is, hogy az együttműködés a térség szereplőivel mennyire fontos és szükséges. Ilyen-olyan módon, de elhangzott a márkaépítés és a színvonal fejlesztésének és fenntartásának a szükségessége. És hát nem beszéltünk egy kérdéskörről. Azt hiszem, hogy egy vagy két ember fog tudni ebben még megszólalni. Pénzügyi tekintetben, ha véget ér egy pályázati finanszírozás, akkor van esély ezeknek a programoknak a fenntartásának? Ezt a kérdést semmiképpen nem kerülhetjük ki. Melyikőtök szeretne erről beszélni? Nagyon szívesen, kedvenc témám. Nagyon bátrak vagyunk akkor, amikor egy-egy EU-s projekt a hátunk mögött, úgy érezzük, hogy két évig mélyünk a világ, és amikor elfogy az a pénz, akkor az arcunkra fagy a mosoly, és nehéz folytatni. Ugye itt nagyon komoly egyesületi tevékenység és különböző tevé, tehát rengeteg közösségi munka van a mi munkánkban, meg emellett persze nagyon fontos az, hogy ha véget ér egy projekt, ott nem szabad, hogy véget érjen egy ügy. Tehát törekedni kell arra, hogy ennek legyen következő üteme, és én itt emelném ki, hogy az Aktív Magyarország Kormánybiztosság jóvoltából mi most egy óriási lépést előtt állunk ezekben a szolgáltatás fejlesztésekben, de nem azt jelenti, hogy a boltban is egy kiló kenyérért csak pályázati pénz segítségével lehet. Sajnos nagyon sok évet, nagyon sok hónapot vagy időszakot pályázati pénz nélkül önerőből kell megoldani egy szereplőnek. Találja meg mindenki azt, amiből tud bevételt generálni, miből lesz képes fenntartani azt a dolgot, amit ott sikerült létrehozni valamilyen pályázat segítségével. Azt hiszem, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, hogy attól, hogy véget ér egy pályázat, az ügy maga nem érhet véget. Ez talán mindannyiunknak egy tanulság, illetve egy elmondata is lehetne. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket, bemutattátok a projekteiteket. Biztosan lesz még folytatása. Köszönjük szépen.